rendőben a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy egészen különleges beszélgetésre készülünk, mégpedig azért, mert az a két fotós, akit meginvitáltam a stúdióba, egészen különleges életutat mondhat magáénak, nehézségeket, sikereket, mindenről fogunk szót ejteni. Én magam az ő kiállításuk után ezt írtam, a magyar természetfotós társadalom esztendőről esztendőre bemutatja azokat a kivételes és mégis mindennapi csodákat, amelyeket jártunkban, kertünkben, rohanó világunkban figyelmen kívül hagyunk, elmegyünk mellettük. Balogh Lizi és Balogh Lajos fotóművészete hű lenyomata annak az értő, a természetet tisztelő törekvésnek, amelyet a hiteles képi világ eszközeivel teremtenek meg. Ezt írtam az elmúlt esztendő végén, és vendégeim Balogh Lizi, szervusz, tisztelettel köszöntelek, László. És Balogh Lajos az édesapja. Jó estét kívánok! Nos, mielőtt a képekről beszélünk, hiszen az egyik oldalról visszatérés az öné, a másik oldalról pedig, hogy rátalált Lizi arra a gyönyörűségre, amit a fotó adhat egy embernek. Ehhez viszont tudnunk kell, hogy Lizi, és akkor beszéljünk erről, tudom, hogy nehéz, hiszen volt egy olyan időszak, amikor, ha úgy tetszik, előled elvették a kékeget. Igen, én úgy érzem, hogy ez egy újrakezdési lehetőség volt. Valamiért a sors, vagy nem tudom, hívhatjuk sorsnak, akármi így akarta, újra osztotta a lapokat, és szerintem így abban bízott, hogy így is majd boldog lehetek, találhatok olyat az életben, ami boldoggá tesz. Egy kicsit beszélgessünk a zenéről, hiszen te nagyon-nagyon tehetséges zenész voltál. Ezt tudjuk, hiszen a Hermann László Zeneiskola és a Zeneművészeti Konzervatóriumban Budapesten is megmutattad a tehetségedet. Igen, én zenész pályára készültem, hegedültem, és a konzit is elvégeztem, aztán Münchenbe mentem Németországba, főiskolára, és ott 2 év után azt mondtam, hogy inkább valami más. Mindig így benne volt, éreztem, hogy nem igazán ez az én életutam, mármint a zene. A hangszer azért megmaradt nyilván szerelemnek. Természetesen. Most ő a legjobb közönségem, a kutyám. Sziromot nem láthatjuk, kedves nézőink, de itt van velünk egy gyönyörűséges kutya. Miként választottad? Majd aztán próbáljuk megmutatni. Önkéntes vagyok, már 4 éve egy menhelyen, itt Fehérváron, és először nem is gondoltam rá, hogy az enyém lesz, csak azt szerettem volna, hogy gazdisodjon, de tudni kell róla, hogy ő nagyon félénk volt. Bent a kennelben, a kutyaház végében rettegett egy helyben, és próbáltam oldani, hogy gazdisodjon, gazdára találjon, amire semmi esélye nem volt. És aztán, hát 2 hét után, 2 hétig minden nap mentem, és aztán azt mondtam, hogy én szeretném bele, szerettem. Nagyon helyes. Nagyon aranyos kutya. Viszont még folytassuk egy kicsit Münchennél. Tehát amikor abba hagytad a zenét, a közgazdász pályát választottad. Én azt gondolom, hogy ez egy nem igazán nőies, de viszont aki ért hozzá, a számok nyelvén nagyívű gondolatokat fogalmaz, annak tökéletes. Ez volt a motiváció? Nem, először az volt, én nemzetközi kapcsolatok szakon végeztem, és először ugye a nemzetközi kapcsolatok, hogy egy zenész valamennyire így képen van, jártam a világot, utaztam, sok emberrel, kultúrával megismerkedtem,
És így úgy éreztem, hogy valamilyen szinten ez kötődik, mint egy folytatás szinte. Értem. És hát először, amikor ilyen analízis, meg ilyenek voltak, az így meg mikro-makro ökonomia, számok, derivalás minden, hát nehéz volt. Értem. Ezen isznek, de aztán sikerült hamar kapcsolódnom, felvennem a ritmust. Aztán jött a betegség, az agydaganat. Erről nagyon nehéz beszélni. Átmenet nélkül történt egyik pillanatról a másikra? Igen, úgy történt, hogy megvolt a születésnapom, és másnap nagyobb fájt a fejem. És így gondoltam, hogy biztos azért, mert sokáig fennmaradtunk, kialvatlanság minden, de sajnos rosszul léttel is párosult, ami ott furcsa volt, és ez még aztán folytatódott, és házi orvoshoz elmentem, és ő mondta, hogy gyanús vagyok, nézessük meg, csináljunk egy MR-t, mert ez egy furcsa, hogy tényleg ennyire. Meg itt vannak ilyen idegrendszeri vizsgálatok, például ezt nem tudtam megcsinálni, így folyton összeütközött, elakadtam magamban. Tehát jött ez a pillanat. Miként érték ezt meg a szülők? Hát nagyon nehéz volt, mert amikor megláttuk a vizsgálatnak az eredményét, egy körülbelül 6 cm átmérőjű daganat volt a kis agyba. És rögtön a lencsés doktor úr mondta, hogy azonnal műteni kell, nem is szállítható. Tehát lépni se tudtunk, hogy valami olyan helyre visszük, ahol hát úgy reméltük, hogy jobb belátást fog kapni. És már hétfőn meg is történt a műtét, ami körülbelül olyan 6-7 órán keresztül tartott. Mennyit kell ilyenkor, ugye optimista az ember fia, tudjuk azt jól, de nyilván aggódik is. Tehát igen. Egy ilyen műtét után teljesen igen. Át kell, hogy alakítsák az életüket. Igen, nagyon, nagyon nehezen éltük meg. Hát én pont munkában voltam, és olyan 1:30 felé jöttem haza a munkából, és akkor a feleségem telefonált, hogy a kislányt most hozzák ki a műtőből, remegő testtel, tehát altatva volt meg minden, de remegett a teste, és akkor azt hiszem 2 vagy 3 napig altatták, ilyen mesterséges altatás, kómában volt. És hát így szavakkal nagyon nehéz kifejezni, hogy milyen érzés. És akkor... De hát így azt mondják, hogy az a lényeg, hogy túléltem. Túléltem, igen. És itt vagyok. De amikor jött a fekete leves, mert hát a doktor úr azt mondta, hogy hát nem lesz semmi probléma, minden oké lesz, tehát lehet, hogy 2-3 hónap múlva el tud menni dolgozni. És jött a fekete leves, hogy amikor felébredt, nem tudott beszélni, nem tudott menni, nem tudta ellátni magát. És akkor, ha jól tudom, a kórházba egy hónapig volt? Egy hónapig volt a kórházba, és hát onnan is úgy hoztuk el, hogy tehát semmit nem tudott csinálni. Meddig tartott a rehabilitáció? Melyek voltak azok a fokai, amit meg kellett élniük? Hát először az, hogy ugye nekem ataxiám van, ami egyes, hogy koordináció zavar. Úgy kezdtem, hogy ölni nem tudtam, eldöltem, mert annyira nem volt egyensúlyom. Először ugye az agynak így adaptálódni kell ehhez a helyzethez. Izmokat úgy kellett tornáztatni, erősíteni, hogy megtartsanak valamennyire, és hát a rehabilitáció még mindig tart. Tehát ez egy folyamat volt.
Most már azért jó formában vagy, hiszen azt láthattuk a kiállításon is. És akkor itt már is jön, hiszen nyilvánvaló, hogy aki annyi mindent csinált, és olyan sok mindenben volt, mutatta meg a tehetségét, elhivatottságát, annak valamit kezdenie kell magával. És ugye egyenes út volt, hiszen Balogh Lajosról tudjuk, hogy fotóval, fotóművészettel foglalkozott. Tehát ez természetes volt a választás, Lizi? Valamennyire igen, mert emlékszem, amikor kicsökkoltam, 2-3 éves, akkor otthon volt egy ilyen sötét kamránk, csináltak a hívta elő az analóg kameráról a felvételeket, minden. Úgyhogy emlékszem, ott együtt ültünk, sőt, segítettél is. Meg tükörfényeztünk, meg minden. Szóval valamennyire így mindig érdekelt, csak azóta mindig más irányba terelt, és most volt itt az idő, hogy elkezdjem. Igen, hát a Boldog Békeidők fotózásáról esett szó, hiszen a filmes időszak az azt hiszem, hogy az mindenki egy kicsit nosztalgiával tekint erre vissza. Én magam is fotós társadalomban élek, és tudom, hogy mennyire más volt, mint a digitális világ. Ne kárkoztastuk ezt sem, hiszen ezt tette lehetővé, hogy Lizi is remek képeket készíthessen. Ön hogy kezdte a fotózást, hiszen azért térjünk vissza most egy kicsit a kiállításra, hiszen remekek a képei, ezt láthattuk egyébként az anyagban is, hiszen rendkívül hiteles természetfotós. Hát én nagyon az elején kezdem, én rendkívül jó rajztanárom volt, az M. Tóth István volt, egy festőművész, és ő már akkor mondta, hogy hát elég tehetséges vagyok, hogy rajzoljak, meg festményeket hogy is mondjam, csak reprodukáltam, meg ilyesmi, és aztán elvégeztem az általános iskolát, abba is maradt az egész. De úgy engem nem nagyon megragadott a képzőművészet. És akkor olyan 19 éves koromban, 19-20 éves koromban jártunk a feleségemmel a főutcán, és akkor láttam ilyen fényképezőgépeket. Ilyen jobb minőségi fényképező idézőjelbe akkor, mert akkor a Pentagon Six meg Rolleiflexek voltak, csak hát mondjuk a Rolleiflex az nagyon drága volt akkor. És vettem egy Pentagon Six fényképezőgépet. És akkor elkezdtem fotózgatni. Tehát én mindent fotóztam, tehát néprajzi fotó, természetfotó, aktfotó, én úgy mondjam, mindenevő voltam, és mindent rendkívül, hát a Nagy Ottó szerint, meg hát több fotóművész szerint is rendkívül jól csináltam. Rengeteg országos fotókiállításon szerepeltek a képeim, képjegyzékben megvannak, sajnos az interneten nincs sem, mert hát ez már nagyon régen volt. És hát igen, a Pintér Károly Fotóklubban. Igen, a Pintér Károly Fotóklubban. Fotós felnőtt. Igen, rengeteg, és rengeteg jó barátokat szereztem, rengeteget tanultam tőlük, meg nagyon jó előadókat is hívtak. Tehát azt mondtam, hogy a Nagy Ottó, igaz? Igen, hát ja, ott bátyánkkal lehetett igen, tanulni, az igen, nyilván. Igen, a Nagy Ottó rendkívül jó előadókat hívott, és tőlük is rendkívül sokat tanultam. És egyszer vittem egy pár képet, ez még szintén a legeleje, a Bence Pál volt akkor a fotónak a főszerkesztő, egy ilyen fotós újság, és megnézte a képeimet, azt mondja, hát maga nagyon, nagyon ügyesen fotóz, elkezdte ott nekem mondani, hogy próbálkozzon, csinálja tovább a fotózást. És akkor így még jobban belemerültem a dolgokba, mert hát annyira felhúzott, felcsigázta az érdeklődésemet is, hogy tulajdonképpen mit tudok magamból kihozni. És rögtön az első képem egy néprajzi témájú fotó volt, az volt a cím, hogy a Líra. Tihanyba sikerült lefényképeznem egy tájházba, egy régi paraszti ágy, és mellette egy bölcső, egy ilyen gyermekbölcső, és ahogy azon a régi ablakon, azon a régi paraszti ház ablakán, ahogy jött be a fény, az ellenfényben megcsillant a kis bölcső, a bölcsőnek a széle, a hogy is mondjam, csak a faragásnak a széle, meg az ágynak a széle.
és olyan jó sikerült az a kép, mondjuk szavakban nem vagyok nagymester, és olyan jó sikerült ez a kép, hogy rögtön a néprajzi fotókiállításon rögtön el is nyerte a fotódíját. Hát ami akkor nagy szó volt, itt teljesen ki voltak akadva, hogy rögtön díjat nyerek, meg ilyesmi, már az Ottóék is. De ez egy természetes út. És ez nagyon annyira természetes volt, és hát és akkor egyre jobban belemerültem. És akkor elkezdtem, érdekelt az állatfotózás is, tehát a természetfotózás. Sikerült megszerezni a Markovics, akkor a Markovics, Markovics László? Markovics László volt a mezőföldi vadgazdaságnak az igazgatója, és engedélyt adott nekem, hogy járhatok be a Fehérvárcsurgói vadrezervátumba fotózni. És akkor hát oda jártam rengeteget fotózni, Szarvasbőgistől elkezdve muflonoknak a viadala, hogy a kosok egymásnak szaladnak, és ott is rendkívül jó képeket sikerült csinálnom, csak hát elajándékoztam a képeket. Sajnos. Viszont miért hagyta abba? Hiszen igen. Aki egy elhivatott, ami több nem hivatás, de akár az is lehetne. Tehát egy eleve elrendelés tulajdonképpen, aki meg tudja mutatni a mélységeket, magasságokat. Miért hagyja abba? Hát tulajdonképpen én elég kemény helyen dolgoztam, én akkor az Ikaruszban voltam, és hát rendkívül sokat kellett dolgoznunk. És hogy úgy mondjam, mikor hazamentem, rendkívül fáradt voltam. És valahogy nem volt már affinitásom arra, hogy hát most menjek ide, menjek oda, meg hát akkor a filmkidolgozás. És utána itt a kislányom elkezdett járni, mivel tehetséges volt, elkezdett járni a zeneiskolába, és kellett a pénz, tehát hangszert kellett neki venni, és teljesen abba hagytam a fotózást. És tulajdonképpen teljesen. A betegség, tehát ez a kényszerűség hozta vissza. Lizi, amikor szóba került, hogy nyilvánvaló, hogy újra fel kell építeni az életedet, akkor természetes volt, hogy valamilyen olyan tevékenységet választasz, ami a te gondolatsoraidhoz is illeszkedik? Hiszen csupa szépség vett körül előtte. Ez igaz, de ez valahogy így berobbant, meg evident volt, hogy ezt szeretném valahogy. Annyira szeretem a természetet, megnyugtat, hogy magától értetődött tényleg, hogy akkor próbáljuk meg, és akkor, amikor biztos ismeri az érzést, hogy amikor az ember így megnyugszik, amikor így maga biztos, azt tudja, hogy az jó, amit csinál. Ilyen érzés volt ez is, hogy ott megnyugodt. Azért fontos a megerősítés is. Amikor kiderült, hogy ebben is tehetséges vagy, az azért jó érzés volt, ugye? Természetesen én is így küldözgettem mindenféle zsűrizésre, versenyekre, pályázatokra a fotóimat, és akkor kiderült, hogy másnak is így tetszik, meglátszok minden benne, nem csak én magam, és akkor utána jött az ötlet, hogy na, esetleg komolyabban is érdemes lenne, nem csak a magam szórakoztatására. És akkor így jöttek a nagy lapok, hiszen a National Geographic önmagában nagyon sokat jelent az akadémia felkérése, illetve az, hogy az akadémia is használja, nyilvánosságra hozza, példakép tekint rá. Azt hiszem, hogy ez megint csak megerősítés. Persze, számomra is nagyon nagy elismerés, megerősítés volt. Abban, hogy folytatnom kell ezt az utat. Témaválasztásról beszéljünk, hiszen a természet óriási. Tulajdonképpen minden, ami körülvesz bennünket, lehet szép. És felejtsük el most a photoshopos eljárásokat, hanem foglalkozunk azzal, hogy kimegy egy fotós, miként választ témát magának.
Hát elsősorban én is természet fotózom, és amikor mondjuk ott fut egy nyúl vagy róka, itt magától értetődik, hajnalban néha valamikor hullafáradt vagyok, és mond el, fut egy nyúci. Valahogy úgy érzem, hogy le kell fényképezni. A téma mindig adott, éppen ami jön nálam. Nálad más? Hát igen, szerintem. Nálam teljesen más, mert én, mint mondtam, én mindenevő vagyok, idézőjelben. És most az új hatások rendkívül megérintettek. Nem tudom, hogy mennyire vannak a fényfestészettel kapcsolatban. Egy Jan Leonardo nevezetű német fotóművésztől láttam képeket, és az fénykörökről elkezdve ilyen különféle mobil szerkezeteket hoz létre, és azokat fényképezi le, tehát tájba elhelyezve, vagy magába csak azt a szerkezetet, de rendkívül érdekes hatást vált ki az emberből. És most én ez iránt is megpróbálok valamit tenni. Egy-két képet csináltam próbálkozásképpen. Tehát ez nagyon nehéz, meg rendkívül, hogy is mondjam, csak technika igényes. Tehát nem lehet photoshopolni, de én annak a híve vagyok, hogy semmi photoshop, minimum esetleg, ami nem odavaló, és nem vettem észre, azt levenni. De lehetőleg, hogy a kép az már ott legyen a kamerába. Tehát nekem azzal már sokat ne kelljen foglalkozni. A fotó még mindig a pillanat művészete, viszont készülni kell rá. Hogy készül egy fotós arra a pillanatra, amit szeretne megörökíteni? Mennyire tudatos a választás? Először ugye tisztában kell lenni, hogy az eszközök tiszták legyenek, minden elérhető, jól működjön, meg kell róla győződni. Aztán nálam tényleg így, ha már terepen vagyok, akkor magától értetődik. Tehát meg kell becsülni a pillanatot, ez a fontos. Természetesen meg észre kell venni. Ugye a fotókat az különbözteti meg, hogy szeretettel készülnek, vagy sem, vagy kényszerűségből, tudjuk ezt jó régről. Viszont vannak-e kedvenc helyek, kedvenc napszakok, évszakok, kedvenc tárgyak, kedvenc fák, virágok? Vagy egy jó természetfotósnak mindegy tulajdonképpen, mert a természet egyként szép? Persze, én próbálom így kihozni az adott tájból mindig a legjobbat, de hát azért a Belencei tó világa az számomra így nagyon közel áll, és hát hajnalok, amikor kell fel a nap, az gyönyörű, szerintem annál nincszebb. És hát akkor a legjobbak a fények. A tavasz, meg az ősz, az gyönyörű. A hétköznapok, ünnepek, ugye? Amikor valaki fotógépet, fotómasinát vesz a kezébe, az egy ünnep? Mondhatjuk ezt? Hát, hogy őszinte legyek, van egy makró lencsém is, és tegnap az ebédemet, mert most ugye majd lesznek írelfotók, amire készülök, és akkor tegnap így az ebédemet próbálkoztam lefényképezni. Szóval számomra olyan természetes, de jó érzés. Tehát a mikro és makro világ az megragad mindenkit. Aki egyszer is megpróbálta, az biztos igazat ad nekem. Hogyan tovább? Milyen terveik vannak? Hiszen önök ilyen értelemben nem csak mint édesapa és az ő lánya, hanem nem csak család, hanem a két fotós is összetartozik. Hát így van. Hát sajnos én még mindig dolgozom, és ezáltal hát az időm az be van határolva, de
Én úgy szoktam csinálni, hogy keresek rengeteg, a fotósnak az az egy problémája van, hogy nem olyan, mint egy festő, hogy mit tudom, elképzel valamit, és akkor azt lefestem, hanem a fotósnak minden témát meg kell keresni szinte. Oda kell neki menni, és ez rengeteg utánjárás, rengeteg idő. Ugyanakkor ki kell figyelni a fényeket, hogy most körülbelül melyik napszakban lehet az, amikor legjobbak a fények. És nyilván meg kell becsülni a lehetőséget. És így van. És akkor van olyan pillanat is, amire heteket, napokat, valamikor éveket várunk. Például nekem is van egy madár őszabos fotóm, hogy így emlékszem, hogy napokat töltöttem le sátorban, ilyen le sem vártam, nem jött. Aztán néha egy percre gyorsan ott terem, és akkor nem mondhatja azt az embernek, hogy várom, most jók a fények, úgy maradott, ő repül tovább. Kukoccal a szájába. Ja, szóval emiatt is nehéz, és ezt így valaki csak így elfogadja, hogy oké, szép a kép, egy jó fotó, de így nem látja mögötte a munkát, a várakozást. Nos, én ilyenkor mit szokás kívánni? Én azt gondolom, hogy aki ott volt a kiállítás megnyitón, én sajnos nem, de aztán a kollégáim elmondták, hogy ez a kiállítás csak egy lépcső. Tehát nyilvánvaló, hogy kell, hogy legyen folytatása. Hogyan tovább? Hát én próbálok majd pályázni az év természetfotósa pályázatra, de hát ahhoz olyan minőségi képeket kell oda küldeni, és az tényleg az rendkívül nagy munka. Tehát a természetfotózásához nem csak, hogy is mondjam, csak tudás, meg technika kell, hanem szerencse is. Mert valamikor az állat nem úgy áll meg, nem jön el odáig, ameddig az objektív, tehát szépen le tudja fényképezni, vagy én le tudom szépen fényképezni, és akkor az egész napom kárba veszett. A természetfotózásnak ez a hátulütőját, ezek a terveim, ugyanakkor, mint mondtam az előbb, tehát ilyen a fényfestés terén is próbálok valamit majd kezdeni magammal. Tehát a készség, képesség, lehetőség és a tehetség, és ugyanakkor a ugye karba öltve jár a Lizinél, úgyhogy milyen terveid vannak? Hiszen ez csak egy álomás. Hát, tudom, ez egy álom, hogy szeretnék ebből megélni, csak egyedül, hogy ne kelljen mellette más is csinálom, de hát ezt mondja, meglátjuk. Mindenképpen, hát szerintem kiállítások, az minket is motivál, hogy dolgozunk valamiért csinálni. Ugyanakkor még a kislánynak sokat kell tanulnia, tehát fotózás terén lenni. Persze, még nyilvánvalóan még csak most kezdte el 2 éve. Szeretnék. Így legyen. Én azt kívánom, hogy azok az álmok, amik megvalósulhatnak a mindennapi lét során, amiért teszünk, azok bizonyosan megvalósulnak, hogy történjék így. És hát a családnak pedig azt kívánom, hogy ha már így alakult, akkor birkozzanak meg a nehézségekkel, és további erőt kívánok a mindennapokhoz. Köszönöm. És sok-sok olyan sikert, mint ami ezek a képek jellemzik, hiszen ahogy beszéltünk róla, az eleve elrendelés az akár föntről jön, akár emberi létből fakad, az fontos. És én azt gondolom, hogy a fotós társadalom is üdvözli, ha ilyen tehetségekkel gyarapszik. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek. Mi is nagyon szépen köszönjük. És érdeklődéssel várom valamennyi székesfehérvári nevében a következő tárlatot. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, a mai fehérvári beszélgetésekben Balogh Lizi és édesapja Balogh Lajos volt a vendégem. Önök pedig maradjanak továbbra is velünk, és ne feledjék a fehérvári beszélgetés
csak esztendőről esztendőre, napról napra várják önöket. Viszontlátásra!